A múzeumok éjszakája után december 1-e a legfontosabb dátum a Józsa András Múzeum életében. Nem csak az intézményt, a dolgozókat is ünneplik ilyenkor. Bár a látogatók előtt jelenleg zárva van a nyíregyházi kulturális negyedben található intézmény kapuja, a háttérben folyamatosan dolgoznak a szakemberek. A szakmai munka az folyamatosan zajlik a Józsa András Múzeumban is. A restaurátorok is nagyon jól végezték a tevékenységüket. Restaurálás, konzerválás, több mint 20 ezer műtárgyat elkészítettek ebben az évben. És tehát hihetetlen, hogy a történeti gyűjteményben is a digitalizálás, a műtárgyvásárlás, a tudományos munka, tehát ugyanúgy zajlott. Azonban nem került minden műtárgy raktárba. A Bencz úr gyűjtemény folyamatosan vándorol. Salgótarján, Hódmezővásárhely és Kecskemét után most épp Gyulán látható a tárlat. A rendezvényen, ahogy az lenni szokott, átadták a Promúzeó díjat is. Ezt olyan munkatárs kapja, aki az adott évben az intézmény érdekében, annak tevékenységével, szellemiségével, célkitűzéseivel kapcsolatos kiemelkedő munkát végzett. A Sóstói Múzeum falu idén több mint 100 000 látogatót fogadott, és több mint 400 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Ezek rekordszámok, ennek elismeréseként is kapta a díjat Balogné Szűcs Zsuzsanna. Ez egy demokratikus szavazás alapján létrejövő díj, és én nagyon hálás vagyok a kollégáknak, mindazoknak, akik szavaztak rám, hiszen nem rám szavaztak, hanem a Sóstói Múzeum falu. Én úgy gondolom, hogy ez a díj nem az enyém. Egy nagyon csodálatos csapat van a Sóstói Múzeum faluban, aki az elmúlt 3 évben körvonalazódott ki. Egy biztos magva, akikre számíthatunk, mint szakmai téren, mint pedig a programok szervezése terén. Nagyon számszerűleg is mérhető az, hogy látogatottabbak vagyunk, az, hogy igény van ránk, és egyre fontosabb az, hogy a kutatásaink előtérbe kerültek. Nagyon fontos kutatásokon át tettünk lépéseket. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lépés volt, amiért szavaztak rám a Promúzeó díjra. A Józsa András Múzeum külsős díjazottja a régészeti leletek kardiológiai módszerekkel történő vizsgálatában nyújtott kiemelkedő munkájáért Révész Ágnes lett. Mi igazából abban tudunk segíteni, hogy azokat a leleteket, amiket a kollégák, a régész kollégák találnak, röntgenfelvételeket készítünk róluk, amin egy CD-t fölírjuk ezeket a képeket, és ők ezt további használatra tudják hasznosítani. Tehát konkrétan meg tudja azt nézni, hogy akár milyen mélységben van abban az adott leletben az a tárgy, amit találtak. Az ünnepségen egy szépen megmunkált faláda is nagy figyelmet kapott. Ez rejtette a Geszterédi aranyszabja 14 millió forintos hiteles másolatát, amely méltó helyére a Józsa András Múzeumba került. Fogadja a Józsa András Múzeum szeretett